Hortobágy, a puszták óriás királya. Némán merengve ül az ősznyugalom e térségen, mint tűzhelye mellett karszékében a száz éves aggastyán, ki az élet zajos napjait zajtalan szívvel gondolja. Így jellemzi Petőfi Sándor azt a megkapó szépségű tájat, melynek legnagyobb értékei a töretlen látóhatár, a sajátos pusztai tájkép, a végtelen csend és a déli báb. Hortobágy. Ki ne hallott volna róla szélese hazában? Ki ne hallott volna füves pusztáin vágtató híres méneseiről, roppant szívós szürke marha csordáiról, rackanyájairól, és arról a régi embert próbáló, de mégis romantikus pásztorvilágról, mely nyomaiban még ma is létezik. Közép-Európa legnagyobb székes pusztájának nem kevésbé értékes kincse a sajátos összetételű növény- és állatvilág, melynek megőrzésére alakult 1973. január 1-én a határain jóval túlmenő Hortobágyi Nemzeti Park, hazánk első nemzeti parkja. A különleges élővilág kétségkívül egyik legnagyobb értéke a vízi madárvilág, melynek csodájára járnak a világ ornitológusai. Leginkább a tavaszi és őszi madárvonulások idején bojdulnak meg a park vizes élőhelyei. Ezer számra érkeznek a vadludak, a vadrécék, de talán mégis az a legnagyszerűbb látványosság, amikor a horizonton trombitaszóra emlékeztetők rúgatásokkal feltűnnek az első darú csapatok. Amint közelednek, a pusztában futó tűzként terjed a hír. Megkezdődött a Hortobágy legnagyobb állatsereget vonzó eseménye, az őszi darúvonulás. Mm-hmm.